Március 10-én a Kiskőrösi Városi Sportcsarnokban rendezték meg a 4. korcsoportos diákolimpia. Fiú kézilabda küzdelem sorozat 3 megyei területi döntője közül az egyiket. Az eseményen a két kiskörösi csapat mellett a Kiskunhalasi Szilárdi Gimnázium és az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola gárdái is pályára léptek. A kiskörösi Bem József Általános Iskola csapata tanórák keretében készült fel a megmérettetésre, ugyanis nincs összeszokott csapatuk. Testnevelés órákon egy félpályát el tudtunk csípni, műfüvön természetesen, teremben nagyon sok osztály van együtt, és akkor ott próbálgatták, tehát akik járnak ugye rendszerint edzésre, próbálták a figurákat, amiből most így láttam is a mérkőzésen, ami tetszett, tehát sportszerű ellenfél volt, tulajdonképpen ez ilyen gyakorlásnak sikerült. Nagy álmaink nem voltak, tehát úgy jöttünk, hogy ha már egy meccset nyerünk, az nagyon jó. A csapatból többen nyártól Szegeden folytatják majd a kézilabdázást. Bárány Mihály edző szerint a város sportoktatása remek lehetőséget biztosít a fiatalok sportkarrierének beindítására, és arra, hogy nagyobb csapatoknál kapjanak majd lehetőséget játékosként. Kerülnek el tehetséges lányok és fiúk is. Itt most például a Peti remek adottságokkal van megáldva a kapuban, jók a reflexei, ott biztos, hogy Szegeden olyan kezekbe kerül a kapusiskola, hogy ő továbbfejlődhet. Hát a Bálint pedig már most ugye egy fejjel magasabb, mint én, növésben van, balkezes, átlövő, ami után kapnak minden csapat, hiszen a balkezes átlövőkből hiány van. A találkozónak is Kunhalasi Szilárdi Gimnázium csapata a 3. helyen végzett. A 2. helyet a kiskörösi Bem József Általános Iskola gárdája érdemelte ki. A győztes pedig a kiskörösi Kevi Petőfi Sándor Általános Iskola csapata lett, aki ezáltal részt vehet a március 22-én Kecskeméten megrendezésre kerülő megyei döntőben, ahonnan az első helyezett jut tovább az országos döntőbe.